fele évet megpróbáltam egy-két emléket összegyűjteni, hogy mit is jelentett nekem az UMK, mert akkor még UMK volt. Gyakorlatilag itt nőttem fel. Tehát ezen a lépcsőn én olyan, hát 8 éves koromtól körülbelül 13 éves koromig mászkáltam. Művészi torna volt a szenvedélyem, és az egész család mindig eljött az éves művészi torna bemutatóra, és elképesztően nagy izgalom volt számunkra mindig az, hogy mit fogunk csinálni, hogy labdagyakorlatok lesznek, vagy szalagozni fogunk, vagy buzogányozni. Nekem a szalaggyakorlat volt a kedvencem, és kiválaszthattuk mi a csoportban, hogy milyen lesz a fellépő ruhánk. Van egy ruha, amire nagyon emlékszem, a kedvenc ruha az egy ilyen terrakotta, citromsárga színű, hosszú ujjú dressz volt, az volt az egyik kedvencem, de volt egy neonzöld dressz, amit megkaptunk, kifizettük, és zacskóba a nagymamámmal mentünk haza. Megérkeztem a nagymamámhoz, és az új ruhát nyilván ott is elővettem, nézegettem, és észrevettem rajta egy hatalmas lukat. Hát elkezdtem zokogni, elkezdtem sírni, hogy az én csodálatos fellépő ruhámnak mi baja lehetett, és volt benne az acskóba egy ekkora kukac, aminek ugyanolyan színe volt, mint a dresszemnek. Valószínűleg salátának nézte az én dresszemet. Hát én teljesen kikészültem, és mondta a nagymamám, hogy semmi baj, egy kis virágot fog odavarni. Mondtam, hogy nem lehet odavarni, hát ugyanolyannak kell lennie, mint a többieknek. Úgyhogy nekem egy kicsit lukas volt a dresszem, ez megmaradt. Illetve az egyik kedvenc számom az a rózsaszín párduc volt. Ott rózsaszín dresszünk volt, fehér harisnya, fehér kesztyű, és egy fehér csokornyakkendő volt a nyakunkban. Mai napig nem tudom elfelejteni az első mozdulatokat. Az volt a lényeg a kis fehér kesztyűnek, hogy neonfény volt, és ettől világítottak a kesztyűink, össze volt húzva a függöny, és az volt az első mozdulat, nagyon helyes lehetett, hogy 20 pici apró kéz kinyúlt a függöny alól. Úgy volt a koreográfia, hogy tiri-tiri, tiri, 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 és itt kibuktunk, tiririm, és vissza a függöny. És ezt most ennyi idősen sem tudom elfelejteni, ez annyira megmaradt. Aztán arra gondoltam, hogy ha ennyire szeretem a művészi tornát, és a legjobb barátnőm is benne van a csapatban, minden évben volt egy ki mit tud. Valaki verset mondott, az osztálytársam trombitált, és mi úgy döntöttünk, hogy akkor mi művészi tornázni fogunk. Ez azért volt nehéz, mert a koreográfia alapvetően 12 lányra volt kitalálva. Mi meg azt mondtuk, hogy ugyanezt a koreográfiát szeretnénk ketten eltáncolni, úgyhogy a tanárnő foglalkozott velünk, és arra már nem emlékszem, hogy megnyertük-e a ki mit tudott, vagy hogy hanyadikok lettünk, de abban biztos vagyok, hogy valamit kaptunk, valami ajándékot. Még akkor is, hogyha tizedikek lettünk, valahogy úgy mindig jó érzéssel tudtunk eljönni innen, mert azt a munkát, amit belefektettünk, azt azért úgy meg tudtuk fogni egy virággal, vagy egy kis díjjal. Szóval ez nagyon jó volt. És a nagymamám minden egyes fellépés előtt idejött, és befont a parkettába a hajamat. És hogyha nem jött el a nagyi, hát akkor úgy éreztem, hogy ez nem fog sikerülni. Szóval ahhoz, hogy én itt jól érezzem magam, ahhoz nem csak az OMK kellett, nem csak a tanár kellett, nem csak a csapat, nem csak én, hanem a család is, hogy itt legyen, és hogy közösen együtt létrehozzuk ezt a dolgot. Ha én egyszer visszakerülnék esetleg Pestről Budára, és mondjuk nagy családom lenne, és kislányom is lenne, és azt mondaná, hogy anya, szeretnék művészi tornázni, akkor nem hiszem, hogy sokat gondolkodnék, hanem egyből idehoznám, és körbenéznénk, és szerintem én is nagyon boldog lennék attól a tudattól, hogy ahol én kezdtem, most ő kezdi ugyanott. Nem látok még bele a jövőbe, nem tudom, hogy mi lesz, de még egyszer mondom, hogyha Buda lenne a jövő, akkor valószínűleg a kislányom is itt mászkálna fölfele.